A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A székesfehérvári királyi napok kezdete előtt közös sajtótájékoztatón invitálta a fehérváriakat és a környékben élőket az augusztus 12-én kezdődő összművészeti fesztiválra. Cserpakovics András polgármester, Szikora János a Vörösmarty Színház igazgatója, Pokrovenszky Krisztián a Szent István Király Múzeum igazgatója, Ruf Tamás az Alba Régia szimfonikus zenekar igazgatója, Majoros Andor a Királyi Napok Folkfesztivál fesztiváligazgatója és Kenyér Ágnes a Közösségi és Kulturális Központ marketing vezetője. Cserpakovics András polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy végre a megszokott rendben kerülhet sor a Királyi Napokra, és azok az elemek is megjelennek, ami miatt különösen szeretjük ezt a 10 napot. Székesfehérvár legnagyobb ünnepségsorozata, rendezvénysorozata az a Királyi Napok. Tudjuk, hogy az elmúlt 2 évben ez nem teljesen olyan volt, mint ami ennek megszoktuk, megszerettük. Szerencsére nem maradt el teljesen, de azért nem volt teljes körű. Most viszont egy olyan királyi napokra készülhetünk, ahol nyugodtan elmondhatjuk, hogy az a másfél hét, amíg ez tartani fog, ez minden olyan elemet tartalmazni fog, amit az emberek szeretnek. Akár a fehérváriak, akár a hozzánk látogató vendégek, akár pedig külföldről hozzánk érkező turisták. Bízom benne, hogy szép napot, napokat töltenek majd el Székesfehérváron. Jövő hét péntektől az utáni hét vasárnapig, tehát ez egy másfél hetes rendezvénysorozat. Ha röviden össze kéne foglalni, akkor szerintem ez egy olyan fesztivál, amin belül szépen büszkén vállalva mutatjuk be a város történelmi múltját, és hogy erre miért vagyunk és miért lehetünk büszkék, de mellett azt is megmutatjuk, hogy ez a város nem csak egy történelmi város, hanem egy modern, mosolyal teli nagyváros is. Az ünnepi közgyűlés az idei évben az aranybullára tekintettel, majd kint lesz az aranybulla emlékműnél, a megújult emlékműnél, de lehet, hogy lesz valami itt a téren is, de az augusztus 20-ai ünnepi programok végleges és pontos programelemeiről majd egy kicsit később, pár nap múlva fogunk tájékoztatást adni külön, de ami egészen biztos, hogy azok az elemek, amiket szeretnek a fehérváriak és a hozzánk látogató vendégek, azok gyakorlatilag minden elemében megtalálhatók lesznek a királynapokban, akár a megnyitó, akár a néptánc, akár a koronázási szertartásáték, ami ráadásul különleges lesz, hiszen összefoglalja, egy kicsit lezárja az Árpádház időszakát, és egyúttal pedig lezárja azt az időszakot az elmúlt egy évtized vonatkozásában, hogy a koronázás az a, mint szertartásjáték, ott kerül lebonyolításra, ahol ezek a koronázások annak idején történtek, tehát a nemzeti emlékhelyen, tehát ez is különleges lesz. De lesznek szabadtéri koncertek, katonazenekari fesztivál, az Alba Régia szimfonikusok is fel fognak lépni. Ugye folyamatosan látogatható lesz az Árpádház kiállítás, megújult Szent István Király Múzeumban, és egy számos kisebb, nagyobb programelemmel várjunk minden generációt, amit szeretnénk elérni, hogy teljen meg mosollyal a város minden pontja. Kenyér Ágnes a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ marketing vezetője azokra a programokra is felhívta a figyelmet, amelyek napról napra különleges élményt nyújthatnak a királyi napokra látogatóknak. Augusztus 12-én az ünnepélyes megnyitóval az Élet pecsétje című történelmi előadással kezdjük meg a Székesfehérvári Királyi Napok összművészeti fesztivált. Idén is Matúz János rendezésében láthatjuk ezt az előadást. Rendhagyó módon a Zicsi-ligeti színpadon, Zicsi-ligetnél felállított színpadon, és az előtte egész fesztivál alatt működő 620 fős lelátóval egyetemben. 12-én még nagyon sok program vár ránk a megnyitott követően, illetve előtte, hiszen megtelik élettel a város, ahogy tetszik. Igen, igen, reményeink szerint már egész nap mindenki királynapok lázában fog égni. A megnyitott követően mindenkit arra kérünk, hogy egy picit maradjon, töltsön még ott időt velünk, és forduljon majd a járásbíróság épülete felé, ahol egy idén már 3. alkalommal a bordós féle csapat, profi csapat fog nekünk egy 3D-s vetítést, installációt, mozgómappinget vetíteni az épületre, gyakorlatilag az épület megmozdul.
fontos szerep hárul az Alba Régia Tánc Együttesre, a Balett Színházra, a Vörösmarty Színházra. Én azt gondolom, hogy ezek a programok kivételesek és kiemelkedőek a programsorból. Beszéljünk ezekről is. Így van. Ha kronológiaiak haladunk, akkor augusztus 13-án az Alba Regia Táncegyüttes táncosaira és magára az Egyesületre fog nagy feladat hárulni. Ugye az a Királynapok Folk Fesztivál veszi kezdetét, ami egészen 17-éig fog tartani. Ennek ugye házigazdája az Alba Regia Táncegyüttes, akik 13-án a nyitógálával már megkezdik szereplésüket az Icsi-ligeti nagyszínpadon. Itt az összes csoport megmutatkozik. 19 órakor a művészeti iskola csoportjai, illetve az Alba Regia Táncegyüttes szenior csoportja fog adni egy nyitógálát. Utána Majoros Róbert rendezésében egy igazán egyedülálló produkció, Pannonia szívében címmel a Dunántúli régió Fejér, Veszprém, illetve Komárom-Esztergom megye táncosaiból verbuválódott ifjúsági és gyerekcsoportok fognak megmutatkozni. Ez a produkció egyébként hatalmas sikert aratott az idei Táncház Találkozó gála műsorai között is, és 21 órakor pedig az Alba Regia Táncegyüttes Hagyományérzők című produkciójával várjuk a nézőket a színpadhoz. Ha már a néptáncnál tartunk, természetesen programkavalkád várja az embereket a Malom utcai táncházban is folyamatosan. Így van, így van. Még sajnos nem nemzetközi, de már nagyon-nagyon koncentrálunk erre is. Idén még Királynapok Folk Fesztivál címén vagyunk az elkövetkezendő 5 napban, tehát még egyszer augusztus 13 és 17 között a belvárosban és a táncházban. A program egyébként nagyjából minden nap a következőképpen épül fel. 14-től délután 3 órától egy kézműves foglalkozással, 4 órától gyerekeknek szóló érdekes gyermekprogramokkal várjuk az érdeklődőket, ez a táncházban megvalósuló program. 20 órától az Icsi-ligeti színpadon egy táncgála fog kezdődni. Minden nap a magyar néptánc világ, néptánc élet profiai fognak megfordulni nálunk, tehát ez minden nap 20 órakor az Icsi-ligetben, az Icsi-ligeti nagyszínpadon valósul meg, és akkor olyan 10 óra, fél 11 magasságban, ahogy a gála, az kinti gála véget ér, egy nagyon jó kis koncert várható a táncházban. Velünk lesz a Góbé zenekar, Cimbali band, Besodrom zenekar, és még sorolhatnám. És akkor a táncos mulatság éjfélkor egy folk estével zárul. Igazából ez egy teljesen kötetlen Galiba zenekar vagy Tilinkó zenekar át vezette kis folk est a táncház fészterében. Nézzünk kicsit körül a belvárosban a hétköznapokon, hiszen azt gondolom, hogy a különböző programok itt is színesek és változatosak lesznek. Így van, abszolút. Augusztus 14-én egy új elemmel bővül a Királynapok, Székesfehérvári Királynapok Fesztivál, ugyanis mézünnepet fogunk tartani. Ez az édes program, ez most kerül először megrendezésre itt városunkban. Határon innen és túlról is várunk mézlovagrendeket. Az ő látványos felvonulásukban, gyerekprogramokban, mézkóstolóban, mézlovagavatásban lesz része annak, aki velünk tart ezen a 14-i programon. Egy vetítésről már szót ejtettem, de most még bővíteném a sort, ami még 14-én látható lesz a Bartók Béla téren. Falvai Miklós animációs művésznek egy vadonatúj vetítését láthatjuk. Ez egy igazán unikális dolog lesz, ugyanis a könyvtár épületének a homlokzatát fogjuk bevetíteni, de nem akármilyen módon, ugyanis a vetítésnek a kis történetét, a dinamikáját a nézők fogják befolyásolni, mégpedig a helyszínen kihelyezett biciklik segítségével, úgyhogy várjuk a biciklis kedvű és az érdeklődőket is erre a kis nagyon különleges kis vetítésre. Reméljük nagy sikere lesz mindenkinél. Szintén rendhagyó lesz, hogy a kertmozi sem maradhat el az ünnepség sorozatból. Így van, a Barátságmozi most augusztus végéig zárva tart, viszont a kedves nézőinket nem szeretnénk mozi nélkül hagyni a Királynapok alatt sem. Látjuk, hogy a városrészekben megvalósuló kertmozi hangulata és fémjei nagyon-nagyon sok mindenkit csalnak oda, hála Istennek, a vetítésekre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a Királynapok sem maradhat ki, és a belváros rész sem maradhat ki ebből a
ebből a listából, úgyhogy idén a díszudvar foglaltsága miatt úgy döntöttünk, hogy a Bartók Béla téren fog a kertmozi sátrat verni, és ott fogunk egy ilyen kis hangulatos kertmozit berendezni, és oda várjuk majd a nézőket augusztus 15-én és 16-án, két jó kis vígjátékkal, azt gondolom, hogy nyári felüdülés lesz mindenkinek. Emellett nem maradhat el ez a 10 nap alatt a belvárosi vásár sem, gondolom. Így van, az végig kirakodó vásár, kézműves vásár, azt gondolom, hogy büfé, kétel-ital végig elérhető lesz a Királynapok Fesztivál folyamán. Aki még nem választott programot magának, azt miként invitálnád meg? Mi nagyon sok szeretettel várunk mindenkit erre a fesztiválra. Azt gondolom, hogy minden évben lehet újdonságot találni. Óriási kedvencek ugye az óriás bábok, akikről még nem ejtettünk szót, és akik idén 23 fős tagúra fog bővülni az Árpádházi óriás báboknak a családja. Én azt gondolom, hogy ez egy rendhagyó dolog, ez egy nagyon látványos dolog, és nem véletlenül imádják őket majd mindenkit Székesfehérváron. Akár áltukban, tehát a koronázási ünnepi játékok alatt augusztus 19 és 21-e között folyamatosan jelen lesznek a belvárosban, akár pedig a felvonuláson, ugye az augusztus 20-i királyok menetén, ahol 16:30 indulnak a Koronás Parktól, és egészen a koronázó térig fognak velünk menni a belvárosban. 10 esztendő után elbúcsúzik a koronázási játékok a Nemzeti Emlékhelytől. Idén egyfajta összefoglalás kerül színpadra, Szent István államalapító királyunk regnálásától az Árpádház utolsó uralkodója, harmadik András életének legfontosabb mozzanatait bemutatva Szikora János rendezésében. Méltó módon köszöntjük Szent István király ünnepét, a koronázási játékokra nagy szükségünk van, valljuk meg, főleg úgy, hogy az Árpádháznak ezzel a harmadik András az aranyágacskával ilyen értelemben elbúcsú. Nagyon sokat beszélgettünk erről, most ismételjük meg, mert én azt gondolom, hogy ez egy tulajdonképpen egy összefoglalója mindannak, amit eddig láthattunk. Így van, idén nyáron lezárul egy 10 éves eposz. A nagy király legendák korszaka, amiben megpróbáltuk megörökíteni az Árpádház nagy sors és történelemfordító királyainak az élettörténetét, és mindezt a koronázásuk szertartásába illesztve. Harmadik Andrással vége van az Árpádháznak, de nincs vége a kérdések sorozatának. Hiszen harmadik András maga is egy kérdéses figura, a történészek körében is megosztott, hogy valóban ő-e az utolsó árpádházi király, notabene egyáltalán ő árpádházi valóban. Én ebbe a vitába nem szeretnék belemenni, illetve a voksomat azok véleménye mellett teszem le, akiknek az a meggyőződése, hogy igen, harmadik Andrásban valóban az utolsó árpádházi királyt tisztelhetjük. Talán éppen a kérdésessége miatt az évszázadok során nagyon elhomályosult az ő személye. Nagyon keveset tudunk róla, és ezért az idei szertartási játék megalkotásakor komoly gondba is kerültem, hogy tulajdonképpen mi lesz érdekes? Miért olyan érdekes az, aki vagy ő volt az utolsó árpádházi uralkodó? Van egy másfél órára való érdekes történet, amit be lehet mutatni? És aztán hirtelen rám zúdult a titkoknak az elhallgatott, vagy kellőképpen nem kibontott információknak egy olyan áradata, hogy én teljesen elbűvölődtem tőle. A érdekesség, és ez talán a sorsjátéka is, hogy nagy örömömre szolgál, hogy ennyire szinkronba kerültünk a múzeummal. Ennyire szinkronba került idén a szertartási játék és az árpádházi kiállítás. Talán még sose volt ennyire, noha már az elmúlt években is. A múzeum mindig is igyekezett ezt a szinkronitást fölvenni, de talán legteljesebben mégiscsak idén. És gondoljanak bele, hogy ez egy egészen fantasztikus dolog, hogy ez a gyönyörű kiállítás azzal végződik, amivel az idei koronázási szertartási játék kezdődik. Talán maguk a kiállítás szervezői, rendezői sem gondoltak arra, hogy amikor a kiállítás utolsó termében egy hatalmas, többmázsás, gyönyörűen faragott mészkő, szarkofág, fedlapot kiállítottak,
mint Boldog Erzsébet, aki a svájci Winterthur mellett található Tössze zárdájában halt meg. Az ő sírját díszítette ez a sírkő. 1338-ban halt meg, és ő nem más, mint harmadik Andrásnak a lánya. A mi szertartás játékunk pedig ezzel a lánnyal kezdődik. Az ő visszaemlékezéseivel kezdődik. Tulajdonképpen az idei szertartás játék és harmadik András egész személye és sorsa ennek a lánynak, aki végül is zárdába került már nagyon fiatalon, és ott is fejezte be az életét, később pedig boldogávatták, az ő visszaemlékezéséből bontakozik ki a történet, ami egyszerre megrázó és egyszerre felemelő. Rendkívüli dilemma tény, ugyanakkor nagyon fontos számunkra, hogy az utolsó koronázási játékok lesz a nemzeti emlékhelyen. Ez egyik oldalról milyen tovább teszi, nyilvánvalóan, a másik oldalról pedig nagyon nagy kihívás. Kiket sikerült megnyerni azokra a szerepekre, amelyek alapvetések egy ilyen darabban? Csupa ismerőssel fog találkozni a néző, hiszen épp mosolyogtunk, nem múlt el a 10 év koronázási szertartás játéka, hogy Mihály Győző valamilyen szerepben ne került volna a színpadra. Természetesen ő lesz az egyik vezető személyiség. Körtviesi Zsolt volt már koronázó érsek, most egy idős királynak az alakját formálja majd meg, de egyébként pedig Sági Tamástól kezdve Egyed Attilán keresztül Lábodi Ádámig, mindazok, akik az elmúlt években királyokat, jeles királyokat formáltak be, például Sági Tamás ugye második András volt, és negyedik Béla volt Lábodi Ádám, tehát ők újra a színpadra kerülnek, de egészen más szereposztásban. Különlegessége az idei szereposztásnak az, ki lesz harmadik András? Harmadik András Sarádi Zsolt lesz, az a Sarádi Zsolt, aki 2 évvel ezelőtt Kun Lászlót formálta meg. Hát ha létezik 2 teljesen ellentétes személyiség, akkor ez Kun László és harmadik András. Azt hiszem mindenben különböztek, úgyhogy egy igazi színészi kihívás, hogy Kun László bőréből most egy egészen más személyiség bőrébe kell bújni a Sarádi Zsoltnak. Tegyük még hozzá, hogy ugye Kun Lászlót követte közvetlenül harmadik András. A próba folyamat megkezdődött. Miként invitálná meg azokat a székesfehérváriakat és ide látogatókat, akik tudják, hogy a koronázási játék fontos számunkra és mindenki számára? Adódik egy kérdés. Miért fontos egyáltalán egy koronázási szertartás játékot csinálni? Miért fontos beépíteni a romkertet, a nemzeti emlékhelyet? Miért fontos nekünk ezeket a történeteket újra nézni? Erre a miért fontosra azt gondolom válasz kap az a néző, aki idén eljön nyáron, és megnézi a harmadik András szertartás játékát. Majoros Andor, a Királyi Napok Folkfesztivál fesztivál igazgatója elmondta, hogy 5 napon keresztül zajlik a fesztivál az Icsi színpadon és a Malom utcai táncházban is várják a közönséget. Ebből a nagy 10 napos városi nagy rendezvényből, amit Királyi Napoknak neveznek már szinte egy évtizede, 5 nap augusztus 13-tól 17-ig lesz a Királyi Napok Folkfesztivál, és örömmel mondhatom végre, hogy 3 év után most mind az 5 nap birtokolhatjuk a belvárosi Zicsiliget nagy színpadát, ahol fantasztikus esti táncprodukciók lesznek láthatók. Nyilván nagyon fontos számunkra az Icsi színpad, hiszen olyan fellépők jönnek, akiket ritkán láthatunk. Természetesen az Alba Régia Táncegyüttes apraja nagy, az Alba Régia Alapfokú Művészetiskola, a szenior csoportunk, az Alba Régia Táncegyüttes mutatja be gálaműsorát, és lesz egy kuriózum, ami Pannonia szívében, Közép-Dunántúl régió néphagyományát, néptánc és népzene kultúráját gyúrta össze Majoros Róbert, az Alba Régia Táncegyüttes művészeti vezetője, és 120 táncossal Komárom, Esztergom, Veszprém és Fejér megyéből gyermek és ifjúsági csoportokkal egy komplett egyestés műsort is láthatnak a nyitónapon a közönség, és őket követi a következő 4 napon hivatásos táncegyüttesek, mint a Fitos Dezső Társulat Tavenbachstele előadásával, a Duna Művész Együttes Szerelmünk Kalotaszeg, az Állami Népi Együttes Kolozsvári Piac téren, és a 17-i utolsó nap Ferenci György és a Racka Jam, illetve Szalona és Bandája és a Jásság Táncegyüttes Mindenek Szerelme című legújabb produkciója lesz kint.
Ugyanakkor estéről estére megtelhet a táncház, hiszen nem csak táncház lesz, hanem fellépők is, akiket már várhatunk. Igen, de a táncház nem csak az esti felnőtt szórakozási lehetőség lesz, hanem évek óta, évtizedek óta igyekszünk minden korosztálynak eleget tenni, kedvezni. Így lesznek délutánonként családbarát programok is a táncházban. 15 órai kezdete kézműves, népi kézműves foglalkozás, majd különböző interaktív, kicsiknek, nagyoknak való klassz előadás, és akkor a nagy színpadi esti előadás után pedig egyből körülbelül egy 300 méterre a főhadiszállásra jöhetnek világzenei nagykoncertekre, ahol első este a Góbé zenekar, majd a Besodrom, harmadnap a Cimbali Band, negyedik nap az Au Revoir, és az utolsó nap a házigazdákból avanzsált híres neves puszták népe front fogja mulattatni az időt, de így sem ér véget a nap, hanem másnap, hát most 24 órának vagy 00 órának vesszük, a táncház fészerében folytatódik a kis táncház folkest, az első nap a Tilinkó zenekarral, majd három nap a Galiba zenekarral, és a záróaktusként a Paraba világzenei klub idézi meg a régi Paraba hangulatokat. Ruf Tamás, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója az ünnepi programokról szólva elmondta, hogy a Térélmény 2 címmel kezdődő évadnyitó hangversenyük lesz, és emellett zenei programokkal teszik teljessé az ünnepség sorozatot. Tiszteltes barátsággal köszöntjük Ruf Tamást, kettős minőségedben jelenleg az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vezetőjeként, illetve a helyőrségi zenekar is fontos szerepet játszik esztendőről esztendőre a királyi napok program sorozatában. Kezdjük a szimfonikus zenekarral. Milyen programokkal vesztek részt az ünnepség sorozatban? Két nagyon fontos program van, amivel várjuk szeretettel a fehérvári polgárokat. Augusztus 18-án este 7:30-kor a Bartók Béla téren Térélmény 2 címmel lesz az évadnyitó hangversenyünk. Érdekesség, hogy tavaly pontosan ugyanígy augusztus 18-ára esett az évadnyitó hangversenyünk. Gyakorlatilag akkor került ki próbálásra a felújított Bartók Béla tér egy ilyen nagyszabású hangverseny keretein belül, és jól vizsgázott a tér, jó volt benne zenélni, és a nézők nagyon szerették, úgyhogy most nagy örömmel és nagy lendülettel ismét ide szervezzük ezt a hangversenyt. Fehérvári kötődésű vendégművészekkel, Rezsnyák Róbert és Zemlényi Eszter operaénekesek lesznek a vendégeink, és Magyar Táncok címmel hirdettük meg ezt a koncertet, egész pontosan Éljen a Magyar címmel, és Erkel Bánktól kezdve Kodály műveken át gyakorlatilag egy könnyed magyar zenetörténeti utazást fogunk tudni tenni. Aztán egy egészen más jellegű megjelenésünk lesz augusztus 20-án, amikor is este 8 órakor a Zicsi színpad ad otthont egy olyan gála esnek, amely azt gondolom, hogy egyedülálló, az Aranybulla emlékévet köszöntik a város különböző művészeti együttesei közösen. Egészen különleges dolgokra lehet számítani. Ott fellép az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar közösen. Közreműködik az Alba Régia Táncegyüttes, aztán Phoenix Rock and Roll csoport, Steppen Style stúdió, tehát egy egészen színes csoportra számíthatnak, és énekes vendégművészeink pedig Kovács Áron és Ruf Nikolett lesznek. Azt gondolom, hogy egy egészen érdekes, színes műsorral tudjuk várni oda a nézőket. Mint ahogy említettem, 20-án azt gondolom, egy nagyon különleges este lesz az életünkben, amikor közösen léphetünk fel a többi együttessel. Ugyanakkor nagyon fontos az életünkben szintén augusztus 18-a, amikor is a Fritzsche Richard katonazenekari fesztivál kerül megrendezésre. Idén a 8., bár a 10. kellene lennie, a Covid miatt gyakorlatilag 2 évünk kimaradt a katonazenekari fesztiválokat illetően, úgyhogy nagyon-nagyon várják a zenészek is, és talán állíthatom, hogy a nézők is, hogy ismét felcsendüljön a katonazene. Ebben a formájában több mint 100 katonazenész megjelenésére számíthatunk. Itt lesz velünk a kaposvári, a tatai és a veszprémi helyőrségi zenekar, és természetesen a házigazda Székesfehérvár helyőrségi zenekar. Egész különlegességnek számít, hogy délután 5-kor lesz gyakorlatilag az Icsi színpad előtti
lezárt téren maga a Fricsai Fesztivál, de lesz egy közös műsorszámunk szintén a szimfonikus zenekarral. A szimfonikus zenekar évadnyitó hangversenyen közreműködnek a katonazenészek. Beethoven csata szimfóniája lesz gyakorlatilag a nyitányunk. Annak idején Fricsai dirigálásával mutatták be Székesfehérváron, eltelt 120 év, és most újra napirendre került. A hagyományokhoz hűen a Szent István Király Múzeum augusztus 15-től két héten át egy rendkívül izgalmas és változatos programsorozat keretében enged bepillantást városunk talán legismertebb nevezetessége, a Nemzeti Emlékhely középkori romkert minden szegletébe, illetve az aranybullai forduló kapcsán is programok várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum is csatlakozott az Aranybulla 800 emlékévhez, ami ugye kiemelt szerepet foglal el idén Székesfehérvár életében. Először is szeretnénk, ha az új, megújult rendházunk egy közösségi térként is funkcionálna, ezért a programok egy része természetesen ott lesz, úgy, mint a díszudvarunk például akusztikus koncerteknek ad majd otthont, de hangos esteket is tartunk ezen a részen, illetve a fogadó csarnok részben folytatódnak az Árpád-kori esték. Itt ugye érdekes előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket az Árpád-háza és az Aranybullával kapcsolatban hallhatnak majd a kedves látogatók. Természetesen a Nemzeti Emlékhely, ahogy megszokhatták eddig a látogatók, ingyenesen lesz látogatható. A nyitvatartási idő is jelentősen változik, ugyanis 9 órától este 8 óráig lehet majd megtekinteni, és mivel idén visszakerülnek már a csontok, a királyunk csontjai az osszáriumba, ezért természetesen az osszárium is nyitva lesz, és ingyenesen látogatható az is. Kicsit essék szó az előadásokról, hiszen olyan fajsúlyos előadók érkeznek, akik azt hiszem, hogy fontosak a magyar történelem szempontjából is mindenféle értelemben. Ki mindenki látogat el, és milyen előadásokat tartanak? Így van, ugye ez egy programsorozat, ami gyakorlatilag már elindult a királynapok előtt is, ugye a királyok és szentek kiáltáshoz kapcsolódóan több előadás is szervezésre került már az elmúlt hetekben, hónapokban. Következő időszakban éremverők, olyan előadók, akik tehát koronaőrség részéről mélyebb betekintést adnak majd a korona ékszerek őrzésébe, védésébe, rejtelmeibe, de például a Bélyeggyűjtők Egyesülete is részt vesz ezeken az előadásokon, és amit nem mondtam, hogy fogunk két kiállítást is szervezni. Az egyik pont az Éremgyűjtő Egyesület segítségével, a másik pedig a mi trezorunkba, a féltett kincseik közül kerülnek majd a legszebb, illetve a legértékesebb példányok kiállítása. Nyilván szóba kerül az aranybulla is. Mi mindent hallhatunk erről? Hát így van, ugye ezek az előadásoknak a lényege is, maga az aranybulla gyakorlatilag az egésznek a háttértörténete, a keletkezése, egy kicsit mélyebb betekintést kaphassanak a látogatók, illetve hát a játékos foglalkozásokon, családi programokon is nyilván az aranybullához köthető foglalkozásokon vehetnek majd részt, illetve egy kis középkori hangulatot próbálunk mi is varázsolni a látogatók felé, illetve lesznek harci bemutatók is, ami természetesen ugyanebben a korszakban helyezi majd a látogatókat. A Székesfehérvári Királyi Napok egyházi programjai közül kiemelkedik augusztus 14-én vasárnap a fogadalmi szentmise, amely előtt 17 órától a Magyar Szent Család Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre erekjét ünnepélyes körmenetben átkísérik a püspöki palotából a Szent István Székesegyházba, a mise után pedig vissza. A teljes egészében felújított templomot a szentmise keretében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi budapesti érsek áldja meg. A Székesfehérvári Királyi Napok programjai megtalálhatók az alkalomra készült tájékoztató füzetben, a legfrissebb információkat az esemény sorozat hivatalos honlapján, Facebook oldalán, valamint a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ honlapján találják meg az érdeklődők. A fesztivál információs faháza az Országzászló téren a virágórával szemben várja a látogatókat augusztus 6-tól 12-ig, 16, illetve 20 óra között, augusztus 13-tól 21-ig pedig 9 és 20 óra között.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.